A Bátori Sárkány Úszó Egyesületben mintegy 100-an úsznak, közülük jelenleg 10 versenyeznek rendszeresen. Egyikük Antal Dávid, aki 5 évesen ismerkedett meg a sportággal. Edzője Kaliba Viktor szerint hamar kiderült, hogy az átlagnál tehetségesebb. Ezt már korábbi eredményeivel is bizonyította, idén pedig már az ifjúsági Európa-bajnokságon is letette a névjegyét, ráadásul idősebbek között. Saját korosztályában pedig halmozta az érmeket az országos bajnokságon. Eleinte úgy álltunk oda az ifi EB-n, hogy a legjobb 8 megpróbálják benne lenni a 200 pillén, a többire nem is annyira számítottunk. Ehhez képest ezt túlszárnyaltam, mivel ifi EB-n ugyebár harmadik lettem 200 pillangón, a 50 pilléből A-döntőztem és 7. lettem, 100 pilléből pedig 9. lettem és B-döntőbe jutottam. A országos bajnokságot nézve úgy álltunk oda, hogy 10 számot mind a 10-et le fogjuk úszni, ahogy sikerül, sikerül. Úgy 5-6 aranyra számítottunk, de ezt is felülmúltam. 8 arany lett belőle, 1 ezüst és 1 bronz. Dávid edzője szerint tanítványa mind a 4 úszásnemben képes kiemelkedő teljesítményre, de a nemzetközi mezőnyben egyelőre a pillangó élvez prioritást. Nagyon örülök, hogy a kezdetektől én vagyok vele, tehát azt képvisel, amit én is, tehát ő mindent tanult, mindent mai napig úszik, mind a 4 úszásnemet és a vegyest is. Ez látszik abból is, hogy nyáron például a vegyes számokat is simán megnyerte a magyar bajnokságon, óriási fölénnyel. Úgyhogy ugyebár ő a pillangóban a legeredményesebb nemzetközi szinten. Úgyhogy mai napig azt gondolom, hogy az a helyes út, hogy mindent kell neki úszni, mert még mindig nem mondhatjuk azt ki, hogy ő egyébként pillangóúszó. A magyar mezőnyben ez egyértelműen látszik, a nemzetközi mezőnyben pedig továbbra is az a feladatunk, hogy a pillangó számokat úgymond hozzuk. A szakember bízik abban, hogy még egy ideig ő irányítja a 16 éves úszó felkészülését. Antal Dávidot mindenki ismeri az úszósportban, minden gyerek, minden szülő, minden edző. Egyenlőre még nem keresett meg minket klub, legalábbis engem még nem. Dávid inkább külföldi megkeresésekről számolt be nekem. Én úgy gondolom, hogy még most ez az időszak ez nem erről szól, hogy úgymond elcsípjük az ilyen úszókat, most hagyni kell minket dolgozni, azt, hogy később majd hova sodor minket a szél, vagy hova sodorja Dávidot a szél, azt majd meglátjuk, de én úgy gondolom, hogy még le kell tenni az asztalra pár dolgot ahhoz, hogy ez a gyerek innen mozdítható legyen, mert szerintem nem szabad még mozdítani. Antal Dávid október utolsó hetében Bahreinben a középiskolások világjátékán a gimnáziádén képviseli a magyar színeket. Novemberben a kaposvári felnőtt, decemberben pedig a szegedi korosztályos rövidpályás országos bajnokságon száll medencébe a nyírbátori úszó. Jövőre az ifjúsági Európa-bajnokságon egy aranyérem, az ifjúsági világbajnokságon pedig a döntős szereplés a cél, távlatilag pedig a 2028-as Los Angeles-i olimpia lebeg Kaliba Viktor tanítványának szeme előtt.